Lehet, hogy ezt a tanácsot is nehéz lesz megfogadni, hogy elkerüld a karácsonyi veszekedést. Legyen nagyvonalú az apró dolgokban. Tehát ne vitatkozz a szalvéta színén, a karácsonyfa díszítés elrendezésén, és ilyesmiket. Ugye, annak, aki rendben van, és jól van egyébként, annak ezt nem nehéz megfogadni, egyszerűen csak át kell állítani a fejét is, és gondolni arra, hogy nem éri meg. Nem éri meg a feszültség, hogy milyen színű legyen a szalvétát, milyen komikus ez kívülről. Igen ám, de annak, akinek vannak mélyebben fekvő problémák, és tulajdonképpen az ütközik ki ezeken az apróságokon, annak valóban nehéz lesz, és annak azt javaslom, hogy akkor, ha észreveszi ezt magán, akkor egy kicsit nézzen a mélyére annak, hogy tulajdonképpen miért olyan fontos az, és miről szól az a vita valójában, hogy én nem tudom ezt elengedni. Ha én ilyen apróságokat nem tudok elengedni, akkor ott nem az apróságról van szó. És hogyha úgy érzed, hogy feszültség van a kapcsolatotokban, mert mondjuk a konfliktusokat rosszul kezelitek, és mindig lenyomva érzed magad például, vagy úgy érzed, hogy minden a te dolgod, vagy tehát elégedetlen vagy azzal, hogy kommunikáltok a feladatokról, a problémákról, akkor kérje lehet segítséget. Hogyha a konfliktus kezeléssel van problémátok, akkor erre remek megoldás az újrakapcsoló programom, ami egy online tréning, ahol lépésről lépésre meg tudjátok tanulni, hogy hogyan kezeljétek a konfliktusokat, és ez akár egy karácsonyi ajándék is lehet a párodnak és saját magadnak, hogyha ő nyitott a megoldásra. Attól függően, hogy képes vagy-e megfogadni ezt a tanácsot, ez tulajdonképpen egy kicsit méri azt is, hogy van-e komolyabb gond a kapcsolattal.